A lehűlés előtt így lángolt az erdő a Tara hegységben. Ivica Dačić, szerbiai kormányfő hétfőn a helyszínen tájékozódott a helyzetről, akkorra már sikerült megállítani a tűz terjedését. A lehűlés és a csapadék nagyban hozzájárult ahhoz, hogy megfékezzék a tűz további pusztítását. Az oltásba az orosz repülők is besegítettek, amelyeket Nizsből irányítottak át Tarára. Több száz hektáron égett az erdő. Ivica Dačić kormányfő azt ígérte, segítenek a károsultaknak. Vlada Srbije će naravno pomoći svim ovim sredinama gdje je došlo do velike materijalne štete, kao što smo to učinili kada je reč o poljoprivrednicima. Predrag Márit, a rendkívüli helyzetek osztályvezetője elmondta, nagy erőkkel vonultak ki a Tara hegységre is, a tűzoltás viszont csak a levegőből volt lehetséges. 428 ljudi ovde ima i sektora za vanjske situacije i žandarmerije i vojske Srbije i jako je dobra koordinacija. Szerbiában mindenhol sikerült megfékezni a tűz terjedését, a legtöbb helyen azonban a parázs még izzik. Montenegróban viszont még most sem javult a helyzet. A tűz terjedése miatt jelenleg nem közlekedik a Szabadka-Bár vasútvonal.